John hozzányúl valamihez, abból biztos cukiság lesz. Így történt ez a Billy Elliot a Musical című musicallel is, amelyet most a Magyar Állami Operaház állított színpadra Szirtes Tamás rendezésében. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Ókovács Szilveszter, Tihanyi Ákos koreográfus, valamint a darab ifjú sztárjai, Kamarás Zalánt, McAllister John Bailey-t, Pál Dániel Mátét, valamint Miss Lendva Járon. Foglaljatok helyet, mindjárt van négy sor, hogy hogy kell. Hajjajjajjajjaj! Kedveseim, beszélgetésünk középpontjában tehát ez a musical álland. Az érdekessége a dolognak nem mintha ez hagyomány nélkül volna, hiszen, de ez a Shakespeare-ével függött össze, a West Side Story-t is ugye láthattuk az Operaház színpadán, de azért ez nem mindennapos dolog. Kedves direktor úr, mégis, és most nem azért szólítom meg, mert ő a diri, hanem, hogy azt kérdezzem meg tőle, hogy hogyan kerül egy musical, hát mégiscsak azért, hogy Elton John bevonul a Magyar Állami Operaházba, azért ez egy különlegesnek nevezhető mozzanat. Én úgy mondanám, hogy Billy vonult be az Operaházba. A West Side Story-t az Erkelben játszottuk, amik egy vegyes profilú színház volt mindig, száz éven át. Az operában tényleg nem volt még ez a műfaj jelen. De úgy gondoltuk, hogy a hazai, az össztársadalom számára fontos érdeklődés a balett iránt, az fölkeltendő, mert a láb hagyott. A szülők, akár engem is beleértve, nehezebben adják balettre a gyermekeiket, mint régen. Márpedig a Magyar Nemzeti Balett, ami operaházunknak a balettársulata, szeretne magyar művészeket később is a tagjai sorába emelni. Ezért van szükség a Billire, ezekre a tehetséges fiatal emberekre is, hogy kedvet csináljanak, és hát azért most megnézte 32 ezer ember eddig, diák, gyermek, és hát ezek a nézők mind megnéztek egy komplett hattyúktava szcénát is ebben a darabban. Tehát ami a londoni változatban nincsen, ugye? Ami a londoni változatban nincsen. Hát nincsen, ebben a formában nincsen. Ákos, összesen hány variációja van ennek a darabnak? A világban? Hát igen. Vagy na, hát mert én úgy tudom, hogy van a Broadway változat, ugye, van a londoni. Van egy londoni, egy Broadway, és vannak non-replika változatok, amilyen egyébként a Lengyelországban is játszottak. Lengyelországban, Olaszországban. Ami nehéz egyébként, mert szerintem az eredeti egy nagyon jó előadás, és nagyon nehéz volt mást, vagy legalább olyan jót csinálni, mint az eredeti. De azt tudom, hogy a rendező úr és hát ti szabad kezet kaptatok, ugye? Ami hát nem általános, mert bizonyos műzikeleket úgy kell lejátszani 5 centiméterre, nem? Ugye centiméterre minden megvan koreografálva. Na, hát akkor még majd érdeklődöm különböző ügyekben. Kérem ezeket a fiatal embereket, akikből egyébként még van kettő, csak ők most nincsenek itt. Ugye két főszereplője van a darabnak, Billy és Michael. És most arra kérek benneteket, hogy röviden mutatkozzatok be, és valaki mesélje el, hogy körülbelül miről van szó ebben a darabban. Kezdjük veled. Kamarás Zalán vagyok, és én a Michael szerepet játszom. Igen. Hány éves vagy? 13 éves vagyok. 13 éves, ő egyébként nem titok, Kamarás Iván kisfia. Édesapja nemhogy castingra nem kísérte el, hanem a végén tudta, megmondhatjuk, vagy hát legalábbis így blikfangosabb, tehát, hogy ő semmiben nem egyengedte a te kis pályádat. Menjünk tovább. McAllister John Bailey vagyok, 14 éves, és én a Billy szerepet játszom. Te a Billy-t játszol? Na most akkor egy kicsit a családról, ugye? Édesapád. Igen, az édesapukám amerikai, és az anyukám magyar. Apukám Wisconsinból származik, Amerikában, és akkor itt ismerte meg az anyukámat. Oh. Milyen alkalomból? Munka miatt jött Magyarországra, uh-huh. És akkor itt megismerkedtek. És te tökéletesen tudsz angolul is,
És magyarul is, és az iskolában meg már 7 éve németet tanulok. Németet is tanul, a betyár jár. Michael barátunk, aki Pál Dániel Máté, ugye, kérlek szépen, és te hova jársz, suliba, vagy kicsit mesélj magadról? Én a Hunyadi Mátyás általános iskolába járok. Hol van? Árpád hídnál. Igen? És táncolni pedig a Madách Musical táncművészeti iskola. Aha, és ide már a casting révén kerültél, ugye? Tehát a szereplő, na Ákost hallgassuk. Hát ő már oda járt, egyébként a Dani a Madách Színházban több darabban is játszik, tehát őt ismert. Komolyan? Igen, a Nyomorultakban. Mary Poppins van. Annak a Rinnában. És a szüleid nem, tehát ők teljes civil foglalkozást tűznek, ugye? A édesanyád ő könyvel, ugye, és apád edző. Nem. Nem az a te apád. Jó, a keverem, hát ennyi gyerekkel, hát ki a fene tud itt kiigazodni, és édesapád ő mit csinál? Ő műszerfalakat gyárt. Hát kérdez szépen, távol van a táncművészettől. Ákoskám és Dani hogy működik? Szóval Dani nagyon jól működik. Mindannyian nagyon jól működtek. Ugye másfél évben ezelőtt voltak a castingok, tehát másfél év előzte meg a darab premierjét. Ők nagyon sok mindent tanultak, mindenféle táncstílusokat, énekelni, beszédtechnikát. Tehát nagyon-nagyon komoly felkészítő tréningen vettek részt, amiben nagyon sok kollégánk segített, jobbnál jobb művészek, mesterek, és hát eljutottak oda, hogy most ezt csinálják, és nagyon-nagyon ügyesen csinálják. Hát gyerekek, akkor valaki egy kicsit, vagy együtt meséljétek el, hogy mi a története ennek a darabnak, miről szól? Hát az 1984-es, 85-ös sztrájk időszaka van, ha jól tudom, lehet, hogy rosszul mondom. És Angliában. Angliában, igen. Ugye? Igen, és kik sztrájkolnak? Hát a bányászok. Bányászok, ugye? Mert Maggie Thatcher bezárta a bányákat. Mert bezárják Thatcher, a vaslédi. Thatcher a vaslédi bezárta, de a Falkland-szigeteket megvédte azért huszárosan. Na mindegy. Hozzád fordulok, ugye, mert én veled láttam, ugye, te vagy Billy. Ki az apukád? Hát nekem mind a három, három apuka van, és mind a hárman játszottak velem, uh-huh. De legtöbbször Németh Kristóf játszott velem. Igen, de én Stoll Andrással láttam, és ki a harmadik apuka? Tóth Sándor. Tóth Sándor, szerep szerint az apukád mit játszik? Jackie Elliotot, aki egy? Egy bányász, így van, és a dolognak, kicsit Öveges Józsefre vettem a figurát, nem? Tehát, hogy minden darabban akad egy sztrájkoló bányász apuka, és te vagy ennek a kisfia. És akkor a fejedbe veszed, ugye, hogy te is táncolni fogsz, így van, és akkor van egy helyes tánctanárnő, aki fel, na kicsit színezzétek. Hát, hogy az apukája nagyon erőlteti a boxot, mert... Hogy innentől meg... mond angolul. His father... Well, his father really wants him to do boxing, but he doesn't really like. He doesn't care for it that much. So he one day after he. Jaj, mikor először jártam Londonba, és 5 éves gyerekek már úgy beszéltek angolul, mint a hétszentség. Ezek egy kis mutató volt, ugye? És megőrültem, hogy én az életben már így angolul nem fogok megtanulni. Na, hallgassuk Michael, te vagy az ő barátja, ugye? Illetve mondhatja az Alán is, mert ő is Michael. Igen. Hát... Legjobb barátja a Billynek. Igen. És amikor eldönti, hogy táncolni fog, utána az első neki, hogy a Michaelt megkérdezi, hogy ő erről mit gondol. Igen. És te mit gondoltál erről? És a Michaelnek nem nagyon tetszik ez az egész. Nem? De azt mondja, hogy ha akarja, akkor nyugodtan elmehet. És rögtön táncolnak egyet. Igen. És rögtön táncolnak és egy rögtön, ugye. Azt tudom, hogy sokkal több tánc van ebben a darabban, mint a londoni vagy a Broadway verzió. Sűrűbb. Ákos, azért mondj magadról két mondatot, én amit olvastam rólad, abban a legfontosabb mondatnak azt találtam, hogy jól döntöttem, hogy elmentem, és jól döntöttem, hogy hazajöttem. Ez így van. Ugye? Tehát táncoltál rengeteg fele a világban, Bécsben hosszan, a Fantomban, és egyéb sok darabokban. Sok helyes, igen, 18 éves koromban mentem el,
Hozzátéve, hogy itt egy handicapes művész, és hát a szívem átmelegedett, mikor olvastam, hogy te is lúdtarpas vagy. Minden én ugyan nem lettem balettes, de ezzel az erővel lehettem volna. Egyébként igen. Hát egy kicsit nagyon elfáradtak. Mi volt a legnehezebb ebben a dologban? Mindenkinek szól a kérdés, aki először üti meg a gombot, az válaszol, de gomb nincs. A hosszú próba folyamat. Az hosszú elején. Próba? Igen. Mennyi ideig próbáltatok? Összesen? Legelőről másfél évig. Másfél év? Direktor úr is, Ákos, és összesen hány gyereket néztetek meg? Én elmondanék el egy jellemző képet. Talán 14 decemberében volt az első ilyen casting. Az egyik budapesti plázában ott forgatott az a tévé, amelyik emögé állt. A mi partnerünkét átvágtam több száz emberen, akik egy tejcsikozatú televíziós műsorba hozták a gyerekeiket. Igen. Ahol kész, instant produkció, én vagyok Demier Rózsi, éneklem a dalát, stb. És elvergődtem egy távoli terembe, ahol néhány gyermek lézengett, az volt a mi castingunk. Mert nagyon érdekes, hogy amiről ugye a fiúk beszélnek, ez a hosszú próba folyamat, a táncképzés, a színészi dialógusok, a balett, a step tánc, az éneklés, tehát másfél évig is senkit nem érdekelt, vagy nagyon keveseket. Mindenki azt akart, hogy a gyereke kiáll, és azonnal az ölébe hullik, nem tudom, három lemezték. Igen. Ez a miénk az igazi tehetségkutató műsor, mert ebben éveket kell eltölteni, és úgy kerül az ember színpadra. Kevesen voltak, több jobb lett volna, de mégis meglettek ezek a kiváló gyerekek benne, úgyhogy nagyon örülünk neki, és remélem, hogy ők se bánják utóbb. Ki közülük a legjobb táncos? Vagy ezt így diszkréten ne is mondjuk? Ezt most nem akarom kiérni. Anyámnak volt egy belgyógyásza, még a két háború között nem mondta meg a vérnyomást. Tudod, mert az úgyis idegesíti a tagot. Hát mutatja, persze. Egyiktek nagy bűvös kocka bajnok. Én lennék. Igen. Akkor légy szíves, mondd el, hogy mit tudsz és mennyi idő alatt. Hát decemberben volt egy tábor, ahová elmentünk sulival, ez a Dunakanyarnál volt, és akkor az egyik haverom ki tudta rakni a kockát, és érdekelt engem, hogy hogyan csinálja, és megtanított engem, és akkor otthon megfolytattam a tanulását. És akkor megtanultam még nagyon lassan egy ilyen régi Rubik kockával, ami volt otthon, és akkor nagyon belejöttem úgy, hogy nagyon tetszett az egész, és akkor néztem mindenféle videókat, meg utána néztem, és akkor jött az egész, hogy van ilyen, hogy versenykocka, meg hogy van ebből verseny, meg hogy, hogy milyen gyorsan ki tudják rakni. És akkor, de mi az, hogy kétszer kettes? Hát a kétszer kettes, hát van ez a hagyományos háromszor hármas, háromszor három van. Én, amit egyből kirakok, az az egyszer egyes. Tehát az garantáltan azt érted, mint a villám. Most láttam egy régi tévéfelvételen, magyar gyerek lábban rakta ki. Képzeljétek el, őrület. Mondjad? És akkor van a kétszer kettes, ami egy kockával kisebb, ami kettőször kettő, és akkor ez egy fokkal könnyebb is. Igen, igen. A kirakása, és akkor van egy érdekesebb kocka, amit hoztam, ez is Rubik találmány. Az a neve, hogy hát tükörkocka, Mirror Cube, és akkor itt nem a színek vannak, meg nem is a formák, hát vagyis nem szabályosak, hanem mindegyik más forma. Az nehéz. És mikor összekevered, akkor deformálódik a kocka. Nagyon és akkor jó. Vissza kell rakni az eredeti nagyon formába. Nagyon jó. Hát ebből a múzeumi negyedet ki is lehetne rakni nagyjából bizonyos variációkkal. És akkor utána néztem, és akkor láttam, hogy van ilyen versenykocka, ami direkt arra van kitalálva, hogy gyorsabban ki lehessen rakni. És akkor, de miért az? Be van egy kicsit olajozva, vagy? Hát van szilikon, amit belerakok a kockába, és akkor attól jobban csúszik. Hát meg, csak jobb, mint ha melbe van. Meg hát a design is más, és akkor például le van kerekítve a sarka, és akkor gyorsan júj, lehet forgatni meg. Isteni. Ügyi vagy. Akkor lehet gyorsan. Ketten közületek, vagy egy biztos, szóró-szóra tudjátok az egész. Körülbelül igen. Körülbelül igen. Mert az az érdekesség, hogy te fogsz Billit is játszani, úgy hallottam. Nem ugye? Sokára, igen. Nem sokára. Na, hogy akkor fölütöm és folytatod. Nem jó? Sokára. Jó, ezt lehet? Na, nyitom. Billit, a királyi micsoda? A királyi balettintézet. Nem öreg maga ahhoz?
Rólad van szó, te kis hülye, rólad. Nem fel. És köszönöm szépen, bele is találtunk a dologba. No, a jogtulajdonosok, nem én szerettem volna, ha ti itten steppeltek, cigánykereket hánytok, és különböző mímeskedéseket mutattok be, de ez jogilag nem lehet, úgyhogy mutassuk meg a trailerjét a darabnak, igen. Na hát, nagyszerű. Azt tudom, hogy ez egy drága produkció, de hát tekintettel arra, hogy itt nem a NAV vezérigazgatójával beszélgetsz, hanem Sanyival, én nem fogok érdeklődni ez iránt, de azt igen, hogy óriási a szereplőgárda. Igen, hát hatalmas, 183 embert számoltunk össze, azt hiszem, aki a műszakkal együtt esténként ott van, de nálunk ez egy nem szokatlan. De 305-nél hagytuk abba az Ajda megszámolását. És nem voltak benne az elefántok. Igen. Egyébként szerintem számomra, ami legfontosabb ebben az egészben, az, hogy a tehetség az bárhol fölütheti a fejét. Nagy Kanizsán, budapesti művész családban, vegyes házasságban, akárhol, akár még a filmgyár területén is, ugye? Nos, ez ebben a szép. Régen a filmgyárban dolgoztam, arra céloztam, tudod? Hát kedveseim, ennél szebben én nem tudtam volna befejezni ezt a mai estét. Köszönöm szépen. Szia, jó volt? Jól van. Köszönjük szépen. Kicsit mozogjatok valamit.